Napsütéses időben Nyíregyháza belvárosában is látszik, hogy a járókelők közül sokan óvják szemüket a napsugarai ellen. Azonban a szakértők szerint oda kell figyelni, hogy milyen minőségű kiegészítőt veszünk fel. A kiválasztásnál a divaton és az áron kívül fontosabb jellemzőket kell szem előtt tartani. Nagyon fontos, hogy az UV-sugárzás szűrése, megfelelő szűrőhatású szemüveglencse, erről már mindenki hallott. Ezen kívül nagyon fontos még az, hogy mi általában szoktuk javasolni, hogy polarizált legyen a lencse, sokkal jobb látási élményt lehet elérni egy polarizált lencsés napszemüveggel. Nagyon fontos a kontrasztfokozó hatás, és az, hogy ne torzítson a szemüveg, és innentől kezdődik az, hogy nagyon sok szemüvegnek megvan a UV-szűrő hatása, amit elvárnak, még azoknál is, amelyeken olcsó kategóriások, viszont a többi fontos specifikációt már nem tudja. A látszerész azt mondja, ha nem megfelelő a lencse UV-szűrése, azzal komoly károsodásokat okozhatunk a szemünkben. A sötét lencse mögött ugyanis a pupillák kitágulnak, és még több káros sugárzást engednek a szembe. Akinek hagyományos szemüvegre van szüksége, annak is érdemes fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveggel védekeznie a nap ellen. Minden kettőnek tökéletes az UV-szűrő hatása, a dioptriás napszemüveglencsének fix a színe, és ott már többféle opciót lehet választani. Elég gyakori már, hogy polarizált lencsét kérnek. Ennek az elsődleges szempont, vagy előnye az, hogy például szabadtérben a vízszintes síkból jövő zavaró tükröződés teljesen kiszűri, ilyen, ami a szélvédőn jelentkezik, ez a tükrözés, illetve a víztükörnek a csillogását is teljes egészében kiszűri. Szűcs Péter hozzátette, ha a napszemüveg viselése rossz látásélményt, fejfájást, kellemetlen érzést vagy szédülést okoz, azt nem szabad tovább hordani.